Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, akkor passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És megnézzük most, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Veled szemben ott van a lelki társad. De ez a férfi kétszer jelenik meg. Itt és itt. Ebben az öltönyben inkább a munkáról van szó, szóval a munkahelyéről vagy kereskedelmi kapcsolatokról, és itt az otthonáról van szó, ahol kényelembe helyezi magát. Itt látható még egy hölgy, itt van a spirituális terület, egy szertartás. Az lehet, hogy hónap végén te ezekkel a témákkal foglalkozol, és ez a hölgy újra rád utal, de lehet egy másik hölgy is, aki segít neked jó szándékokkal, közeledik hozzád, útban van hozzád, vagy lesz itt egy találkozás. Persze, ha te vagy ez a hölgy, akkor az utak jelentik a te döntéseidet. Itt a fejed fölött ez a torony jelenti a te gondolatodat. A torony az jelentheti azt, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani, vagy tudatában, vagy a te nagyságoddal, de a torony lehet egy hivatalos dolog, egy nagyobb épület, egy cég például, vagy lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy is. Itt valami útban van hozzád. Az ő gondolataiban a halak jelennek meg, ami jelenti az anyagiakat, az üzleti kapcsolatokat, az értékeket, azt is, hogy te értékes vagy számára. Itt látható ez a férfi még egyszer, amikor eltekint a kártyáktól, hiszen fáradt, kimerült, nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra, eltekint az események elől, és otthon akar lenni, vagy hozzád közeledik, ki akarja pihenni magát, valahogy élvezi ezt a nyugalmat. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, számára fontos a biztonság érzete, hiszen itt le akar gyökerezni, le akar horgonyozni. A fa az jelenti a türelmet is, hogy türelmesen várakozik valamire, például, hogy itt legyen egy hír tőled, vagy kapjon egy szerződést. Itt a horgony nem csak a biztonság érzetét jelenti, ahol le tud horgonyozni, hanem jelenti a munkát, a hivatást is. De március elején inkább szeretné magát kipihenni, és itt a fa jelenthet egészségügyi témákat, vagy ezen a területen dolgozik, vagy nem érezte jól magát, beteg volt, de itt van a gyógyító erő, viszont még kell számára ez a nyugalom. Most megnézzük ezt a férfit, akivel így kapcsolatban vagy, vagy jelenti úgy második héttől kezdve, hogy újra dolgozik, hogy lesznek kereskedelmi kapcsolatok. Itt a gondolataiban megjelennek a halak, jelentik a pénzt, az értékeket, a belső értékeket is. Itt van a kulcs, ő biztos a dolgában. Ezzel a kulcssal majd lezár valamit, és egyúttal kinyílik majd valami, ezek lehetőségek, valami változik nála. A gyermek lehet a gyermek, vagy a gyermekek, viszont szimbolizálnak gyakran egy új kezdetet, hogy lesz egy új irány, lesznek változások,
ami kettőtöket illet, de ez lehet egy munkahelyi változás is, vagy új kereskedelmi kapcsolatok. Ami itt kettőtöket összefűz, az a lilium virág és a szív, tehát a szerelem, tiszta gondolatok, tiszta érzelmek kötnek össze benneteket. Ő, ez a férfi, ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Az, hogy kipiheni magát, az szerencsét hoz. Itt lesznek változások. Valami elmúlik, hiszen itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. A könyv jelentheti a titkokat, a titkolózást, az árkózottságot, ez elmúlik, hiszen ezt, az árkózottságot az egerek eltávolítják, és itt látható, hogy lesz egy fordulat, lesznek változások. Ő, ez a férfi, ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Itt van a szerelem, itt van a munkahely, a stabil párkapcsolat, és a medve jelenti az élet erőt, hogy újra megvan az ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa magát, különösen ami a kereskedelmi kapcsolatokat vagy a munkáját illeti. Persze ez a medve lehet a főnöke is, vagy az apukája, egy személy, akinek szava van. Jelenti az élet erőt, vagy egy erős személyiséget. Amit ez a medve még jelentett, a belső erő, a hite, hogy hisz abban, hogy minden jóra fordul. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Ez a torony, mint említettem, lehet egy magas épület, vagy egy nagy épület, vagy egy hivatalos dolog, ami az érzelmeket illeti, a torony jelentheti a korlátozásokat, amikor fogva érzed magadat ebben a toronyban, és nem tudod hogyan tovább, mert ő zárkózott, nem tudod, hogy mit akar, mi a szándéka. De az egerek segíteni fognak, mert ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, akkor az már nincs ott. Eltávolítják a zárkózottságot, a titkokat, eltávolítják ezt a tornyot, és akkor javulni fog a helyzet. De ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt van a szeretet, a szerelem, a kapcsolatok, és ez a kártya jelent egy szertartás. Vagy te tartasz egy szertartást, vagy valaki készíti ezt neked, de ezáltal javulni fog a helyzet, tisztázódnak bizonyos dolgok, nagyobb lesz az összhang kettőtök között. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt lesz mozgás, valaki közeledik hozzád, lesznek változások. A gyermek jelentheti a gyermekeket, a két kártya együtt egy kisbaba születését is jelentheti, vagy itt a változások, a gyermek pedig egy új irányt, egy új utat jelent. Itt ez a hölgy, lehet valaki más is, aki segít neked, hogy jobb legyen az energiameződ, vagy szerencséd legyen különösen, ami a családot és a szerelmet illeti. De az is lehet, hogy te vagy ez a hölgy, és így március végén értek el a spirituális terület, a szertartás, a kreatív tevékenység, és itt új úton haladsz. A gondolatokban itt vannak a kártyák, az otthon, a nyilvánosság, a szépség, egy szép környezet, vagy egy meghívás, egy találkozás, egy ajándék, ezt is jelentheti itt ez a virágcsokor. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, március hónapban itt látható. Lesz mozgás, előre mennek az események. Vannak pillanatok, amikor még fogva érzed magad ebben a toronyban. De ő is közeledik hozzád, itt vannak az értékek, a szerencse,
a szerelemben, szerencse az anyagiakat illetően, ez lehet egy nyeremény is. Itt látható az otthonod, a nappali szoba, ő is kényelmes, vagy meglátogat téged, nálad kipiheni magát, vagy van egy közös otthon, vagy tervezi ezt veled. Egy szép otthon, és nála ez a pihenés látható. Második hét, március hónapban, itt van, van közeledés, köztetek tisztázódnak bizonyos dolgok, fogtok egymással beszélni, a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, de jelenti a valóságot, és megbízhatsz benne. Ő nálad legyökerezett, itt van gyógyító erő, itt a nyilvánosság, az elismerések, a kisugárzásod, a tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, és a kereszt jelenti a hitet, vagy egy találkozást, amikor a sors utak kereszteződnek, az itt az utaknál is látható, vagy jelent fontos döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek lehetnek fontos döntések, ami kiderül, a nap megvilágítja, láthatóvá teszi. Ez az út sikereket hoz. Harmadik hét, március hónapban itt látható. A virágcsokor jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy meghívás, egy ajándék útban van hozzád. Az utak ugyanúgy, mint a kereszt, jelenthetik a találkozásokat, vagy a döntéseket. Itt van a kapcsolat, a gyűrű jelentett szerződéseket is, vagy valaki visszatér hozzád. Itt a könyv jelenthet tudást, tanulást, továbbképzést, de itt vannak korlátozások, és ez nem a megfelelő időpont most indítani, hiszen az egerek ezt a továbbképzést eltávolítják, sőt, a szerződéseket is. Viszont ha a könyvnél titkokról, titkolózásról, vagy visszahúzódásról, zárkózottságról van szó, akkor az egerek segítenek, mert ez elmúlik, sőt, itt van a változás, biztos lehetsz ebben. Itt a kulccsal kinyílik egy új ajtó, itt vannak a lehetőségek, legyen meg a belső erőd, ez a hited. Ez a levél vagy egy szerződés már útban van hozzád. Utolsó hét, március hónapban, itt látható egy spirituális terület, és a korlátozások elmúlnak, mert az egerek eltávolítják. Ennek van egy tisztító hatása. Itt látható a nap, itt kitisztul valami ezáltal. Itt van a remény. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, vagy egy belső utat, a gyermek jelenti a gyermekeket, vagy az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Itt vannak a kereskedelmi kapcsolatok, de az is lehet, hogy vásárolsz valamit, odamész az üzletekbe, itt lesz egy új cipő, vagy valami újat veszel. Persze ez a kártya utalhat kereskedelmi kapcsolatokra is, és a horgony az jelenti a munkát, vagy a hivatást, és itt vannak a szerződések. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha kommentálnád, vagy lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok nektek egy szép március hónapot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!